Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin 2016 májusi adásában. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, másik műsorvezetőnk, állandó szakértünk Varga Péter, nem, nagymester, nemzetközi sakkmester. Én is üdvözlök mindenkit. Adásunkban mindig beszámolunk a megye, az ország és a régió sakkéletének főbb eseményeiről. Minden évben májusban fejeződik be a Nemzeti Csapatbajnokság, az NB-nek a küzdelmei. Az NB2-ben megyénknek két csapata játszott, az egyik kicsit erősebb csapat, a másik egy hajszála a gyengébb csapat. A kissé gyengébb csapat a tiszavasvári esek, mintegy 30 éve játszik az NB2 küzdelmeiben, sőt egy alkalommal volt fentebbi ligában is. A nagyszerű 8. helyen végzett a tiszavasvári csapata, a 12 csapatos mezőnyből 62,5 pontot szerzett a lehetséges 120-ból, és a másik csapat egy kissé erősebb, a nyíregyházi sakkiskola, az pedig a nagyszerű 6. helyet szerezte meg, a 69 pontot szerezve a lehetséges 120-ból. A nyíregyházi sakkiskola bizonyítványa kissé gyengébbnek tűnik, hiszen a megelőző években folyamatosan 3. helyen végzett a csapat, most egy kissé lentebb adtuk, több fiatal ifjúsági játékost szerepeltettünk az NB2 küzdelmeiben, volt, amikor 10 éves, rendkívül apró termetű fiatalember játszott a csapatban, de hát sok más ifjúsági játékosunk is játszott. Minden fordulóban egyébként két ifjúsági játékos szerepeltetése kötelező, a sakkiskola ezt rendszeresen, sokszorosan túl teljesítette. A sakkiskolának a csapat tagjai mondhatni kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottak, minden táblán megfelelően teljesítettek a játékosok. A legjobb pontszerzők voltak egy olyan gépészmérnök, aki mérnöki pontossággal játszott a sakktáblán is, Hibján Tamásról van szó, 11 partiból 6,5 pontot szerzett, én is 6,5 pontot szereztem, de fenomenális eredményt ért el az első táblán Hajbók Róbert, aki csupán 6 partit tudott játszani, de a mesterekkel szemben 3 győzelmet és 3 döntetlent játszva 4,5 pontot ért el, és megyénk 10-szeres bajnoka Rácz Zoltán fidemester is nagyszerűen játszott, 8 partiból 5,5 pontot szerzett. A tiszavasvári csapatában ettől jobb táblánkénti eredményeket is értek el, tehát a tiszavasvári csapatában voltak rendkívül ponterős játékosok, és kissé gyengébben teljesítő játékosok is, azt hiszem csak a legjobbakat szabad megemlíteni. A tiszavasvári legjobb pontszerzője Molnár János volt, aki Kisvárdán lakik, Jani egy rendkívül régi rutinos játékos, nagyon jól mennek ki ebben az évben, 8 pontot szerzett az NB2 küzdelmeiben. A második legjobb pontszerző volt az újfehértói Békési János, aki 7,5 pontot szerzett emlékezetem szerint az NB2 küzdelmeiben. Janinak nagyszerű éve volt ez a csapatbajnoki év. Egy nagy nemzetközi versenyt nyert Tiszaújvárosban tavaly októberben, erről be is számoltunk korábbi adásunkban. Ebben a szezonban több mint 100-zal növelte értékszámát. Ezen túlmenően nagyszerű eredményt ért el, 6,5 pontot szerzett 9 partiból Lengyel László, akiről már nagyon-nagyon sokszor megemlékeztünk az adásunkban, és egy ifjú titán, a 13 éves Wagner Gergő is 6,5 pontot szerzett 9 partiból. A két megyei csapat az utolsó fordulóban csapott össze egymással, a papírformának megfelelő eredmény született, a nyíregyházi sakkiskola 7-5-re győzött Tiszavasvárival szemben, mindkét csapat részben tartalékosan állt ki, én azt hiszem a sakkiskola sikere annak is köszönhető, hogy én ezt a fordulót kihagytam, és így csak 10 partit játszottam az NB2 küzdelmeiben, de a csapat nélkülem is helytállt, egyéb irányú tevékenységeim miatt nem tudtam ott lenni, úgyhogy nem is voltam szemtanúja az eseményeknek. Készültünk a mai adásunkban a forduló legszebb partijairól. Péter nagymestert szeretném megkérni, hogy a legszebb partikat mutassa be nekünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mindenképp egy nagyon élvezetes küzdelem alakult ki ezen a megyei rangadón. Én úgy gondolom, hogy ennél
jobb végjátékot el se tudtam volna képzelni, tehát hogy a két megyei csapat az utolsó fordulóban játszik a, hát a jobb, minél jobb helyezésekért, és ugye, hogy kivégez előrébb. Tehát egy nagy arányú tiszavasvári győzelemnél még előzés is lehetett volna. Ugye ez a kisebb arányú sakkiskola győzelem, így megmaradt a különbség, és ugye 6. és 8. helyen végzett a két egyesület. Azt azért tudni kell, az MB2 csoportja nagyon megerősödött. Két csapat esett ki a tavalyi mezőnyből, akik MB1B-be játszottak, tehát magasabb osztályból. Ők jóval erősebbek voltak, mint mi. Meglepetéseket tudtunk okozni. A mi célunk, hogy minél több gyereket építsünk be, és ez szerintem ez az év nagyon-nagyon jó esélyt adott ezeknek a gyerekeknek, hogy minél többet tudjanak játszani. Tehát a nyíregyházi sakkiskola sok ifjúsági játékost vetett be az MB2-ben, amelynek az adott szerepeltetésnek a célja az volt, hogy ezek a fiatalok belenőjenek az MB2 mezőnyébe, egyre erősödjenek, felhozzuk őket az MB2-es szintre. Egyébként még annyit el szeretnék mondani, hogy az NB2 bajnoka a debreceni sakkiskola lett, toronymagasan, pestiesen szólva utcahosszan nyerte az NB2-t, egy teljes forduló eredményével nyerte az NB2-t, az NB1B-ből kiesett csapatokkal szemben, tehát igazán kiemelkedett a mezőnyből, és büszkén mondhatom el, hogy egyetlen vereséget szenvedett el a debreceni sakkiskola, és pedig az első fordulóban a nyíregyházi sakkiskolától. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a tiszavasvári net teljesített volna kiválóan, sok rutinos és erős játékos van ott, akiket meg is említettünk, és a korábbi adásainkban be is mutattunk nem egy játékos közülük. De térjünk vissza a küzdelmekre. Igen. Én még annyit mondanék, hogy annyit fűznék hozzá, amit mondtál, hogy a Tiszavasvár elsőjének nagyon jól sikerült ez az éve. Jól sikerült az erősítés, ugye vendégjátékosokat hoztak, ami ugye az előző években azért a kiesés ellen harcolt az csapat. Az idén esély nem volt arra, hogy középmezőnybe tartozó mezőny csapat, és nagyon-nagyon meglepő eredményeket értek el, tehát meglepetéseket pozitív értelemben. Tehát mindenképp ez az évük nagyon sikeresnek mondható. Ha így folytatják, akár még az első felébe is be tudják magukat verekedni következő években. Úgyhogy én visszatérnék a rangadóra, és akkor nézzük meg azt a két partit, ugye egy sakkiskolás győzelmet, meg egy tiszavasvári ese győzelmet szeretnék bemutatni. Kezdjük a legelső játszmával. A zéltáblán történt partit szeretném legelőször bemutatni. Ugye Orosz Róbert játszott Mizik Tamással, és hát egy villámgyőzelem született a részünkről, pedig a megnyitás után úgy tűnt, hogy ez egy hosszabb küzdelem lesz. Egy nagyon nagy hiba döntötte el a parti sorsát. Világossal, ugye E4-jel kezdett Róbert, E5-tel folytatta Tamás, huszár F3, huszár C6, és futó B5-tel, ez egyik legnépszerűbb változatba a spanyol megnyitásba kerültünk. Ugye külföldön ezt Rui Lópeznek szokták tulajdonítani ugye ennek a megnyitásnak a nevét. Mi egyszerűen csak spanyol megnyitásnak nevezzük. Feltalálója Rui López egy spanyol jezsuita szerzetes volt, aki mellesleg korának a legjobb sakkozója volt, állítólag a világ legjobb sakkozója. Bár azért olasz mesterekkel azért élénk küzdelmet tudott ő vívni. Igen. Egy futó C5 következett, ez egy mellékváltozatnak számít, nem a legnépszerűbb lépés, de meg lehet vele bolygatni az állást. Világos. Védelem? Hát lehet, ez pontosan, ezt most meg nem mondom, de igen, tehát azt mondanám, hogy ez a neve pontosan. Világos jól reagált, erre C3 következett.
Megjegyezném, hogy megyénk egyik régi híres sakkozója, dr. Radics László játssza előszeretettel ezt a futó C5-öt. Pár évvel ezelőtt egy nagyszerű partiát is bemutattuk egy indiai mester ellen, amely partit Prágában vívott, és végig úgy tűnt, hogy Laci a sötét figurákat vezérelve teljesen készen van, és szépségdíjasan verte szét világos állását. Sőt, Váradi Viktor nemzetközi mester is Laci ellen rendkívül izgalmakat élt át a partiban ebben a rendszerben, tehát Laci ezt nagyon virtuózan játssza. Hát mindenképp, aki nem ismeri, tehát hogy mi a legjobb lépés erre, az ellen nagyon-nagyon jó fegyver ez a megnyitás, vagy ez a változat választás. Ugye a legjobbak már azért meg tudják nézni, hogy mi a legjobb lépés erre, és ugye ezért se sikerült annyira most feketének ez a parti. Huszár F6-tal folytatta sötét, ugye fejlődött, elsáncolt, világos, futó B6 következett. Amire... Még annyit tegyünk hozzá, hogy sötét most hiába ütné le az F6 huszárral az E4 gyalogot, bástya FE1-jel a huszárt visszakozásra késztetné, és lógna az E5 gyalog, tehát oda sakkal lehetne előbb-utóbb beütni. Hát vagy előbb D4-et lépnék, vagy ugye itt az F2 még talán ott védtelenül maradna. Tehát bástya egyel D4, persze. És hogyha például leütni, visszaütném, és utána bástya egyel kötés hozok létre, és nagyon, nagyon jól állnék. Tehát inkább visszakozik a futóval, tehát biztonságba helyezi. Nem ajánlatos sötét. Azt a gyalogot leütni. Fehér ugye D3-mal folytatja, ugye ez azért érdekes, mert nagyon pozíciós mederbe került ez a játszma. D6-tal sötét ugye megvédte az E5 gyalogot. Én azt hiszem, hogy Orosz Robi nem az a fidemester, aki pozíciós játék helyett taktikai csillogásba vinné a partit. Ő egy nagyon erős pozíciós játékos. Igen. Most huszár D2-vel folytatta. Világos, ugye az a célja, hogy huszár C4-el azt a futót ott meg akarja támadni. Itt valószínűleg a legjobb lépés talán A6 lett volna. Azonnal meg kellett volna kérdezni, hogy a kötéssel mit szeretne. Ugye a B5 futó a C6 huszárt kötésben tartja. És ugye huszár C4 után azt a, tehát rossz gyalog szerkezete marad feketének. Itt mindenképp én A6-ot léptem volna. Elsáncolt fekete, végülis ez sem olyan rossz lépés, de én úgy gondolom, hogy ez talán egy picit pontatlan. Huszár C4 következett, H6, az értelme az, hogy a futót nem akarja G5-re kiengedni. A4, ugye ez egy nagyon erőteljes lépés, az az értelme, hogy ugye A5-tel el akarja a B6-on lévő futót fogni, és hogyha futó C5 jön, akkor B4-jel ugye egy kalitkába került ez a futó, nem tud, nincs szabad mező, ahova menekülhetne, és mindenképp egy tisztet nyerne, világos. Hát, amit mondtál, hogy A6-ot kellett volna húzni korábban, ezt meg kellett volna húzni akkor, amikor javasoltad, mert most az A6 kötelező, különben a B6 futónak hóna alatt a búcsú levél, a végrendelet, tehát most kényszerül arra, már valamivel rosszabb állásban. C4-en álló világos huszár esetében kell A6-ot húzni. Hát igen, és utána ugye huszár üti B6 következhet rá. Tehát következett A6, ugye nincs más, hogy a tisztvesztést elkerüljük, huszár üti B6, ugye közbeiktatás. Ugye nem a C6-ot ütjük, a C6 huszárt, hanem a B6 futót, és ugye kötelező vagyok ezt visszaütni a C-gyaloggal. C üti B6 következett, amire futó C4-gyel visszakozott világos, és erre futó G4-gyel, ugye fekete befejezte a fejlődést, kötést hozott létre, ugye H3-mal fehér rákérdezett, hogy mit szeretne ezzel a futóval, ugye hosszan nem érdemes megtartani a kötést, tehát mindenképp minél hamarabb le kell tisztázni, hogy ne maradjunk kötésben. A futőti F3 az egy érdekes lépés lett volna, ott a futópárral világos egyértelműen jobban áll. Futó H5-tel ugye elmenekült, fekete futó bástya egyel, ugye itt igazából ezt azért lépik, hogyha D5-tel szeretné sötét felszedni a centrumot, vagy megtámadni a centrumot, azt leüssem gyaloggal, és ha visszajutő huszárral, akkor az E5 gyalogot támadva legyen, ugye G4-gyel. Ugye visszazavarva a futót, az E5-öt le tudjuk nyerni. Bástya E8 következett, és erre G4-gyel ugye nem engedi,
hogy hosszan megmaradjon ez a kötés. Következett futó G6 erre a lépésre, és Huszár H4, ugye megint a G6 futó. Na most azt nem várhatta meg, hogy megint leüsse, ugye most konkrétan kötésben van a futó G6-on, vagyis az F7 gyalog, tehát nem tudná visszaütni a G6 futót az F gyaloggal, mert a C4 futó ugye a G8 királynak sakkot adna, tehát ugye a szabálytalan lépés lenne, el kellett menekülni, futó H7 következett, amire vezér F3-mal folytatta világos, ugye F5 pont, eléggé meggyengült, és ezt a vezérrel ugye tovább erősíti. Sőt, még én azt hiszem, hogy lehet számolni a gyalog G4 G5-tel, H6 üt G5, futó üt G5 is erős nyomás alá helyezzük az F6 pontot, a Huszár ellépése után pedig fedetlen az F7 pont. Hát igen. Tehát világosnak játéka van, kifejezett konkrét játéka. Ez az, hát igen, a G5 ugye ez valamennyire fenyeget. A másik lépés, ugye G5, hogyha nem ütöm le, elmegy a ló, akkor ugye az F7 pont marad gyenge. Tehát hogyha le kell ütni futó üti G5 után pedig, azt a kötést nagyon-nagyon nehéz védeni ott. Tehát valószínűleg kényszerlépés volt G5, de már egy elég rossz lépés volt. Tehát itt hirtelenében nagyon rosszul állt sötét, következett G5, ugye, hogy ne világos lépjen G5-öt, Huszár F5-tel, ugye, amiről beszéltünk, ugye gyenge a H6 gyalog, nem is nagyon tudja megvédeni, futóüti F5-tel tudott védeni, és vezérüti F5, de ugye itt egy nagyon rossz lépés jött, vezér E7, de itt valószínűleg király G7 lett volna az egyetlen lépés, de arra is H4-gyel bele tudok kötni. Itt elnéztük a kötésben lévő most fenyegetéseket. Igen, de király G7-e H4-re, visszakozni lehet a Huszárral G8-ra, és akkor a H6 gyalog és az... H7-re esetleg, igen, H7-re, és akkor a G5-öt védem. Is... Csak a G5 gyalogot védeném. Nem egyszerű, egyértelműen jobban áll fehér ebben az állásban, de ott még azért lettek volna esélyek arra, hogy sötét kivédekezze. Itt ugye most egy egyszerű vezér G6 lépés következett, és... Kötés kihasználás. Hát és itt vége. Gyakorlatilag minimum két gyalogot nyer világos, ugye a futópárot megjön, H6-ot le tudom ütni, a G5-öt le fogom tudni ütni utána, F7 is gyenge, tehát hirtelen ez a vezér és a két futó, érdekes a C1 futó, amivel nem léptem, ugye nagyon nagy nyomást helyez a G5 gyalogra. Hát következett vezér G6, és reménytelen küzdelmet itt feladta sötét ebben a hát helyzetben. Most erre akár király F8, akár király H8, vezérüt H6, sakk, király G8, és akkor futó C1-üt G5, tehát tönkre megy az F6 pont kötésén, hát az igen. Még egy tisztvesztés is. Hát a H8-ra megy, még az F7-et is lehet, hogy le tudom ütni, mielőtt H6-ra ütnék, és ugye az E8 bástyát támadom, tehát az is belefér még, én úgy gondolom, de a vezérüti H6 is nagyon erős lépés. Tehát ez egy, hát villámgyőzelem volt, nem a legjobban reagált, ugye ez a futópár nagyon erősnek bizonyult ebben a partiban most. Úgy engedte Tamás Robit támadni, hogy nem volt ellentámadása, és a direkt védekezést, a direkt hárítást is rosszul számolta ki. Igen. Folytatnám a következő játszmával. Világossal Gulyván Vasili játszott Békési János ellen. Ugye Zoli már említetted, hogy Békési Jánosnak egy kiváló éve volt ebben az NB2-es szezonban. Nagyon sokszor nyert, nagyon sok pontot szerzett, és ezt a partit is kifejezetten látványos ellen támadással sikerült begyűjtenie, és én azt mondom, hogy egy élvezetes, nagyon jó játszmát játszottak. Mindkét játékos egy igazi támadó játékos, egyik sem szívbajos, hogyha egy gyalogot netán egy tisztet be kell áldozni, mind a ketten a nyílt taktikus állásokat kedvelik, ezért is volt szikrázó a küzdelem közöttük, mivel a sakkiskolás Gulyván volt a világos, így nyilván ő kezdett el támadni.
ami támadó játékos ellen nem is egy rossz terv, mivel a támadó játékosok általában rosszabbul védekeznek. És nem is szeretnek védekezni. És nem is szeretnek. Tehát atomi nem játékban ez ugye a támadó játékosoknak a halála szokott lenni. Hát nézzük, hogy most visszanyalt-e a fagyi, vagy mi történt. Igen. Tehát E4-jel kezdett világos, ugye a taktikus játékosok általában ezt szokták játszani, E6. Ez egy olyan viszonylag zártabb állást eredményez, D4, következett D5, ugye a francia védelem betolós változatát fogjuk zárt látni. Rendszer. Zárt, az egy viszonylag zártabb szerkezet, tehát eredményez. A huszár C3 vagy huszár D2 a főváltozat, ugye azt szokták rendszerint játszani. E5-öt ritkábban játszanak. Egy időben nagyon népszerű volt ez a változat, most már ritkábban játszák. E5 következett, C5, hogy azonnal támadta a centrumot. Azért a vezér G4-es, hetedik lépésben a vezér G4-es kirohanás Mihail Tának a nagy kedvence, az is rendkívüli bonyodalmakat tud támasztani a táblán. Az biztos, meg hát hogyha huszár C3, ugye ott aztán tényleg az az egyik legjobb, meg legtöbbet játszott főváltozat. A huszár D2 az egy pozíciós szerkezetet eredményez, huszár C3 az a taktikusabb. És E5-ben is szokott lenni, tehát ebben a betolós változatban taktikai lehetőség, támadási lehetőség. Hát ezt most majd megnézzük, hogy hogyan alakult a parti. Tehát mindenképp egy nagyon kifejezetten érdekfeszítő, és az ellentámadás nagyon-nagyon érdekes volt, amit Fekete véghez vitt. C3-mal ugye alátámasztotta a centrumot, megvitte a D4 gyalogot, huszár C6-tal fejlődött Fekete, huszár F3-mal folytatta, és huszár E7 következett, ugye a G20-ra lépett E7-re, amire futó D3-mal világos folytatta a fejlődést, huszár G6 következett, amire világos azonnal, ahogy szoktuk mondani, élesre töltött, H4-gyel ugye megindult, tehát nem a szokásos ilyen tipikus lépés, a sánc és fejlődő lépést alkalmazta, hanem H5-H6-tal azonnal bele akart kötni a fekete királyszányba, ezzel a gyaloglépéssel Ujván László. Elméleti változat ez a H4-es támadás? Szerintem szoktak ilyet lépni. Mindenképp manapság már minden lehet elméleti változat. Tehát annyi mindent játszanak, sőt, tehát ugye az egyik legjobb játékosunk most élőben, ugye a legmagasabb élővel rendelkező játékosunk, ugye Rapport Richard is olyanokat talál ki, hogy azt éppen mivel nem is lehet felfogni, és ugye olyan lépéseket szokott tenni. Nagyon, nagyon jó nagymesterek ellen is, amit ugye, hát ugye határait egy kicsit feszegeti, hogy meddig mehet el, hogyan lehet el ugye megbolygatni a nagyon kielemzett változatokat, és hát ugye erre mondjuk azt, hogy minden lehet már elméleti változat. Én úgy gondolom, hogy ez a H4 benne van, nem rossz lépés, ugye H5-tel vissza akarja zavarni azt a lovat. Plusz mondom, itt szoktak úgy is fejlődni, hogy G3, például is sánc helyett király F1 G2-vel is szoktak lépni, az egy picit másabb szerkezet, de ugyanilyen betolós szerkezetbe szokott ez jönni. Nekem jónak tűnik el, tehát érdekes ez a H4-es támadás, a H1 bástya játékba avatkozik, anélkül, hogy lépne. Igen. A zárt centrumban egy erős királyszárnyi támadás. Igen. Rendkívül érdekes lépés. A fekete ugye ötletteli. Megpróbálta felszedni, vagy megnyitni a centrumot, és ugye minél több figurájával játékba jön avatkozni, ugye C-üti D4-gyel leütötte a D4 gyalogot, visszaütött a C-gyaloggal világos, és következett futó B4 sakk. De itt van az, hogy ugye itt lehet dönteni, itt bármilyen paradox ez a lépés, én király F1-et léptem volna, mert B4-en semmit nem csinál ez a futó, és igazából ugye, jó, huszár C-em is belefér, futó D2 is jó lépés, normális lépés, meg kiszedjük elviekben a jó futóját, de a király F1-nek az az értelme, hogy egy G3, király G2, és megmarad az a két futó, a D3 meg a C1 is, ugye a fekete, hogyha rövidre sáncolna,
a királyszárnyat, mind a kettő futó elég jól támadja, és ugye nehéz, hogyha például H5 után, hogy hova megy a huszár majd F8-ra, E7-re, ugye akkor a B4 futónak nem nagyon van helye. Tehát igazából ez egy jó futó, csak nem igazán van helye. És a király F1 itt simán belefért volna, és G3 király G2-vel gyönyörűen állt volna ott az a király. Én azt mondanám, hogy torlódnak a világos tisztek, főleg a futó egy A3-B4 után, és nagyon nehéz jól összerendezni a figurákat, hiába vannak pont erősségei, illetve gyengeségei. Igen. És ugye egyértelműen H4, H5, H6 is fenyeget. Hasonló nehézséggel a B12-es karokánban is szembesülhet sötét. Igen, csak ott kint van a futó. A C8 futó kint van, igen. Tehát ugye az nem maradott bent a helyén C8-on. Hát huszár C3. Folytatódott, ugye futó D7-tel fejlődött fekete, amire H5 következett, és ugye itt huszár E7-re visszamehetett ez a fekete huszár. Ugye ez a különbség, hogyha ugye a királyom visszamentünk huszár E7-tel, és ugye király F1-en van, huszár nincs kint C3-on, akkor A3, B4, futó B2, a futónak nincs olyan jó terepe. Jó. Így viszont A3-ra, ugye ezt a futót ki tudta cserélni a huszárra, futőti C3, B-üti C3, és következett H6, ugye ezt azért lépte, hogy ugye a fekete mezőkön ne legyen gyenge, ugye már fehér fenyegetett H6-tal, és G6-ra futó G5 után nagyon jól állna ott az a futó. A4-jel fehér megindult, amire F6-tal fekete is felszette a centrumot. E-üti F6 következett, amire G-üti F6, és huszár H4, ugye gyengébb a G6 mező, és erre vezér A5 következett, amire futó D2-vel ugye megvédte a C3 gyalogot, és elsáncolt hosszúra fekete, és az az érdekes, hogy ugye itt most megbojdult az állás, ugye világos már nem tud hosszúra sáncolni jól, ugye próbálkozott, ő ment tovább a királyszárnyon. Huszár G6 következett, amire leütött a fekete huszár, itt H gyaloggal visszaütött, ami általában erős lenne, csak itt egy picit ez elgyengült. Bástya DG8 következett, amire vezér B1, ez egy picit pontatlan lépés volt. H5 jött, és bástya H4-re, itt vezér D8-al ugye visszament, és a terv az volt, vezér D8 után, hogy F5-tel megtámadja a H4 bástyát, és a G6 gyalogot leüti. Itt futó E2 lett volna a legjobb lépés, valószínűleg ezt kellett volna lépni. C4 ez már túl merész vállalkozás volt, de fehér, hogyha egy üzletbe indul, úgy gondolta, hogy akkor letámadja azt a fekete királyt. D üti C4 következett, amire futó üti C4, és amiről beszéltünk F5, ugye megnyitotta a vezér átlót, fenyegetem a H4 bástyát leütni, G3 következett, amire bástya üti G6 jött. Még mindig futó E2 lett volna a legjobb lépés, A5, ez már rossz lépés volt, mert bástya G4 tudott rájönni, és ugye gyenge a D4 gyalog és a H4 is. D5 jött, E-üti D5, futó üti D5, és bástya üti H4, G üti H4, és vezérüti H4 után, ugye most már két gyalogforra rendelkezik fekete, és még mindig nem látszik, hogy fehér hogy támadja meg, viszont feketének meg sikerült azt a középereket fehér királyt megtámadni. A6, bástya E8 sakk, és itt jön az, hogy most fekete átvette a kezdeményezést, és ő kezdett el támadni. Király F1, és B6-tal ugye zártan tartotta az állást, vezér C2, és ami a legszebb, vezér D4 következett, ugye az A1 bástya és a D5 futót egyszerre támadni, futó üti C6, vezér üti A1 sakk, futó C1, és vezér E5. Nagyon erős, ugye a vezér a centrumban mindent véd, ugye visszafele támad is, véd is, és ezzel gyakorlatilag eldőlt a küzdelem. Futó E3, még a befejező lépések következtek, F4, vezér A4, megpróbál ugye zavarosban halászni, futó H3 sakk következett, de fekete jól reagált, király E1, vezér C3 sakk, ugye, és kényszerítő erejű lépésekkel befejezi lassan a partit, király E2, F üti E3, és F üti E3 után itt egy idejűleg fel is adta, vezér üti E3, bástya üti E3, itt gyakorlatilag pillanatok alatt mattot kap fehér. Szép teljesítmény volt Janitól.
Köszönöm szépen, figyelmet. Mi is köszönjük az elemzést, nagymester, ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, remélem tetszett a mai parti elemzés és a beszámolunk, viszontlátásra. Viszontlátásra.